Éheztetett, bántalmazott, rossz körülmények közt tartott állatok mentésével foglalkozik elsősorban a Zalai Állatvédelmi Járőrszolgálat. Egy évvel ezelőtt ivartalanítási akciót is hirdettek. Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Keszthelyen térítésmentesen végezték el a beavatkozásokat. A nehéz helyzetben lévő kutyatulajdonosoknak nyújtott segítség célja az volt, hogy kevesebb gazdátlan állat legyen. A szolgálat bajba került, nem bírnak a megnövekedett költségekkel. A közösségi médiában tettek közé segítségkérő felhívást. Jelenleg is 12 kölyökkutya keresi náluk a gazdáját, és ez tavasszal általában tovább növekszik. Nem fogjuk tudni bírni ezt tovább. Azt kell, hogy mondjam, hogy még nem telt el 24 óra azóta, hogy ezt a felhívást közzétett. Nagyon-nagyon sokan segítettek. Én most már kérnek egy kicsit megnyugodni, de ahhoz, hogy tényleg stabilan tovább tudjunk működni, és azokat a plusz dolgokat, mint az említett ivartalanítás is el tudjuk végeztetni az állatorvosokkal, ahhoz nagyon nagy szükség van a további segítségekre. A legfontosabb az lenne, hogy további támogatókkal egészüljön ki a bázisuk. Ha csak havi 1000 forintokkal segítenek nekik, az már számukra egy kiszámítható bevételt jelent. Az Állatvédelmi Járőrszolgálat Zala megyei egyesületének számlaszáma megtalálható a civil szervezet közösségi oldalán és a Keszthelyi Televízió felületein is.